Hello, sziasztok, itt Zimó. Itt vagyunk, nem is akár még párosba. Teszvesz városba. Ugye írtatok, hogy mi lenne, ha Teszvesz városba csinálnánk egy virágzó kis várost. Hát annyi ötletem van, hogy akkor kicsit megrendítjük. Kenyeret nem tudok még ide szállítani, de a fogaskerékhez már kinéztem egy nagyon jó kis ötletet. Úgyhogy kezdjünk is bele. Hát kössünk még ide utasokat a kezdésnek. Úgyhogy pattintsunk le egy gyors bója. Szóval egy jó kikötőt, jó képű kis kikötőt. Így. Pacekba. Na akkor először is viszünk neki oda utasokat. Jó, izét, busz meg állomást. Így. Köszönjük. Ha fogunk, hogy erről jössz, akkor itten álljál meg. És akkor igazából ezt a busz megállót át is rakhatnám ide. De jó van ez így. Akkor Tickhill helyi. Ebbe belenyúlunk egy kicsit. The Groove után. Ide. És akkor úgy mész szépen körbe. Így már, oké. Okay. Nagyon szép, pura alakú város. De mindegy, új vonal. Tickhillből. Ide Teszvesz városba. Első osztályú. Akkor Teszvesz város, hogyha olyan. Ez éve akarjuk tenni. Akkor szerintem egy kikötőt. Be tudok ide zsúfolni egy kikötőt. Melyik fele, amelyik? Vagy ez így sok? Sok lenne? Hát tegyük kicsit arrébb. Így. Na akkor, személy szállító. Á, jó lesz ez a Fronetak. Adjunk már neki valami színt. Milyen színű legyen egy vonat, egy személy szállító vonat? Látszik a vizen szép sárga. Hát ez nem fog látszódni a vizen, úgyhogy. Jó, na akkor ti most már össze vagytok kötve hajóval. Jó, akkor amit mondtam, hogy van ide Teszvesz városhoz egy ötletem. Itt készül a fogaskerék, ez elég komplikált lesz. Itt készül a fogaskerék, ugye. És nekünk itt van fa. Ugye? De közben ide is kell majd fogaskerék. Tenworth-be. De ha már Tenworth-be elhozom, akkor miért csinálnék ide egy nagyon szép kis vasútot? Ide Teszveszik, ami már elhozza nekem ide a fogaskereket. Hoppá, ugye? Ugye? Itt valami történik, mert Tenworth-el se volt még csinálva. 200 IQ. Ki van ez már találva? Na de mielőtt nagyon belefognánk, kicsit meg... szeretném turbózni az acélgyártást. Ez ugye nem kell. Ezt veszünk. Igen, mert innen tudok még vasat. Sőt, igazából, ha innen is ezt a kettőt kötném még be, akkor jó lenne. Az már jó lenne. És kimondottan, mert ide csinálhatnék egy hosszú vonatot, ami elhozza ide az acélt. Mi ezt a részét pontosan nem találtam ki, úgy megvan a fejemben, hogy mit akarok csinálni, de akkor kezdjük az egyszerűbben. Egy kargó kikötő, de egy nagy kargó kikötő. Így. Na, ez a rész, ez itt így tiszta sor, hogy itt mi fog történni. Jó, connection. Ide.
Akkor kell nekünk egy truck station. Így. Na, hogy nem is tudom. Kettő. Kettő, és akkor megcsinálom körforgalmasra. Így tudjak letenni majd izét. Kis raktárépületet. Jó. Nagy, nem fér ide, kicsi. Szerencséd. Kezdésnek ide tettünk egy ilyet. Ó, ide fér egy nagy. Ide is. Egy kis dizájn. Most már van pénz. Elindítottam. Felesen szoktuk meg. Így. Ugye már az előző rész végén kaptuk az új vonatokat. Amik már... És hát nem is vonatokat, hanem az új kocsikat. Jó. Ide is kéne egy station. Igen. De ide csak egy ilyet teszek. Párhuzamosan. Köbö. Jó. Akkor... Te innen ide. De én körforgalmasan szeretném. Nekem ez így nem felel meg. Te csak így zsolsz. Így. És akkor... Köszönöm. Jó. Akkor... indítsuk el először ide a hajókat. Legalább a fa jöjjön. Ezt még nem akarom használni, csak őt, őtetet. Van ilyen szó? Őtetet. Őt megpróbálok becsúsztatni, amennyire csak engedi. És akkor, hát ha ezt megúsznám... Plusz költség nélkül, hibátlan. Akkor te innen. Ide. Annyit kicsit módosítok rajta, hogy itt nem lúdolsz, mert őt így kitalálnád, hogy te visszafele akarod vinni a deszkát, mert szeretnek ilyet. Ó, lehet anyagot fölpakolni. Hát akkor teszek föl. Kell? Nem, de finnyi, hogy fölrakottam. Jó. Akkor kell egy hajó. Itt mennek hajók, van kikötő? Nincs kikötő. Ah, elfeküdtem a nyakamat egy kicsit. Nem vonat. Reflexből vonatot építek. Na akkor tegyünk le egy új kikötőt. Megfordíjuk. Így. Kargó. Na te olajat szállítod. Van új olajszállítónk. Hopp. Pácska. Ez tudna fát, tehát hogy néz ki egy ilyen 30-25. Sokkal olcsóbb. Egy kettő. Kezdjünk kettővel. Legyetek már ilyen barna színűek. Így. Bár csak a kéményükön fog látszódni. Jó. De az, hogy ott, nézd már, megfulladok, ahhoz, hogy ott meginduljon. De nekünk kelleni fog ez a road depó. És fát akarok szállítani. Szuper hatékony módon. 20-szal vagy 25-tel. Szerintem itt még nem számít. 1, 2, 6, 5-en. Nézzük már. Ezek a kis vonati járgányok, nem? Nézzem már.
Azt, ami, és még fém kereka van. Ott az ég, laprugóknak dolgozni kellett, hogy azért. Ne így menjenek végig. Nagyon csillbe ül a bátyja, nagyon komoly futómű lehet. Igen, mert régen még a lovaskocsikba tettek egy motort, azt a kuzsa. Aztán akkor nem volt ez rossz. Valamilyen szinten. Jó. Akkor te... Azaz tolod ám kifele a fát. Egyik hajó, másik hajó. Mi lenne, ha téged csak így hobbi szinten megfordítanának? Csak azért, hogy a másik legalább úgy fél útig jusson el, és akkor szépen vagy így... Így fogtok járni. De közben, hát ti már itt vagytok. Ha ti már itt vagytok, és van nekünk egy ilyen brutális hajónk. És itt vagyunk, 1900-as évek, és már egy ilyen modern kinézetű hajó. Fogjuk rá. Jó. Na, akkor ide érkezik a fa, és készül majd a gyeszka. Na. Szóval... Itt állítson már be, hogy... ti Bexley Exchange-be használhatjátok itt mind a kettőt. Plusz még... Hopp, az új villamos. Itt a hármast. Nem a kettest. A négyest használhatjátok. Azokat tiétek. Oh! Ah, valami csí megtámadta az agyamat. Akkor... Ide nekem... Ide nekem mi fog kelleni? Azt mondja, hogy ha teszek ide egy kikötőt... Mi lenne, ha ezt az egész folyamatot megcsinálnám visszafelé? Onnan visszahozzák ide, innen meg oda. Igazából plusz járművet nem kell vennem, és most csak az, hogy lerakja innen ide, fölveszi a cuccot. Ugye igazából saját körüket csinálják, mert így is úgyis oda visz. 200 IQ. Úristen! Jó, csak ebből az útból. Egyenest szeretnék csinálni, kicsit hatékonyabb, mint ez a gírbe-gúrba. Ugye minél egyenesebb az út, ugye annál nagyobb sebességet tudnak elérni. Akkor először is. Akkor tegyünk le egy. Jó. Akkor kell nekem ide egy ilyen. Kétszázezer egy útér? Hát maga nyárna. Jaj, bocsánat. Ezt kimondta. Pont itt a dombom megyek át. Na. Hát ez undorítón néz ki. Tényleg. Már sorry, de ez tényleg undorítóan nézett ki. Na. Egy fokkal jobb. Egy fokkal jobb. Nagyon jó. Tegyünk ide is egy-két kargót. Csak mert méne. Így né. Akkor a vonal innen ide, és akkor állítsuk be, hogy te meg a kell megint egy waypoint. Na, ez itt most érdekes lesz beállítni.
Ha. Neked csak be kéne menned, meg kijönni. Miért csinálsz egy hurkot? Rossz helyre raktam a izét. Jaj, waypointot. Jaj, mert igen, mert ezért csinálja. Ah, megvan. De ha ide teszek egy ilyet. Nem jó, neked erről kéne bemenned. Erről. Ha? Most akkor mi van? Akkor csináljuk vissza az egészet. Na szóval. Itt fölveszed. Eljössz erre. Nagyszerű. Nagyszerű. És onnan jössz ide. Most már jó. Valami rossz volt a sorrendben. Akkor ti az 1-es 2-est használjátok, és itt is az 1-es 2-est használhatjátok. Jó, akkor vagy tegyünk ilyet. Ti már deszkát visztek, ti egy fokkal halványabbak lesztek. Jó, ti induljatok. Kétfajta is. Jó ez a, tényleg nagyon jó ez a többféle jármű stílus. Na. Oké. És akkor most jön a finom hangolás. Kezdjük vele. Bexlibe, ugye ti itt fát fogtok pakolni, és elmondom neked, hogy fogaskereket fogsz lepakolni. De hogy kerül ide a fogaskerék? Visszajövünk ide a brancsra. Ugye itt nem lódolsz semmit, és hát majd fogaskereket lódolsz, és fát unloadolsz, igen. Tehát a fát lepakoljuk, a fogaskereket fölpakoljuk, amit letesszük. Ez a része hibátlan. Ugye ezek a járművekre, majd arra kell figyelnem, hogy ezek ólkargósok legyenek, mert azt hiszem fát meg a fogaskereket gyártok, itt fogaskereket, tehát a fa meg a fogaskerék nem ugyanarra a platformra kerül. Akkor ez jó. Na itt a branchen te deszkát pakolsz. Most még könnyű beállítani, ugye nincs, amit összekeverjenek. És unloadolni fogsz majd szépen a fogaskereket. Hogy miért nem csinálom meg egy külön vonallal? Biztos jön a kérdés, hogy miért pakoltatom le kétszer-háromszor azt a terméket ugyanoda. Igazából ezek az autók oda-vissza járnak. És ha már alapból járnak ezen a vonalon, akkor minek tartsak fent egy külön vonalat, amit csak A-ból B-be elviszi? Mikor így is úgy is vissza kell jönnie az áruért, vagy az áruval, akkor így csinálj meg, és akkor nem megy üresen a jármű. Úgyis minden pénzt termel, minden áru pénzt termel, ami mozog ebbe a játékba. Kivéve, amit ugye feleslegesen cipel. Na, itt te fogsz szépen fogas kereket fölpakolni, és a deszkát meg lepakolni. Nagyon jó. Ez a része megy. Na, nézzük, hol van a kis faszállítunk. Most ér ide.
Jól van. Szuper. Szerintem három bőven el fogja látni. Sőt... Jaj, bocsánat. Na, akkor térjünk vissza. Akkor az acél témához. Most már tudunk hosszú vonatokat indítani. De mi lenne, ha... Meg itt komoly lesz már a vízi közlekedés. Ez a jó a hajókba. Na. Szóval most, hogy hajón sokkal olcsóbb lesz eljuttatni ide a cuccot. Szóval akkor... és ezt az utat nem törölhetem ki, mert ez egy összekötő út. Hát, hogy elmentek oda. Oké. Ti itt. Ha várjunk csak, nem is kell plusz izét oda kötnöm. Hát csak ezt nagyon egyszerűen lecserélem. Azt mondja, hogy... szenes kocsi. Itt vannak már a 80-as kocsik. Ahó, és 12-es kapacitással. Szerintem egy 104. Ez így nagyon jó lesz. Hoppá. És akkor keressünk. Van már... Ó, 100-as, 100-as. Aha, ennyi mozdulunk van. De 60-nal tudunk menni. Elbírja? Elbírja. Bum. Oké. Te vagy a vasasi vonat. És itt felgyorsítjuk oda a vas beszállítást. Meg majd lehet felgyorsítom oda a szén beszáll. Bár mondjuk a szén az közelebbről érkezik. Hol a szenes vonat? Itt. Ez nagyon brutál profitot termel. 71-ből, akkor van nekünk ez a 60-as gépünk. Igen. Annyira nem drága a fenntartása. Ennek olcsóbb. De a traction-je az nem. Na. 104. Ugyanaz lesz. Két ugyanolyan vonat, de mégse ugyanaz. Te szépen hordod. Teljesen jó vagy. Hát ez a vonal, ez itt nagyon pacek. Ez 500 000 termel. 500 000. És ahogy nézem, hát dobozok is itt. Spakolódnak lefele rendesen. Azt mondta, hogy tele van. Tele van. Most már tele van a könveled. Nem tetszik, ha a szádba teszed. Mindegy. Ha kigondolok ilyen ságokat, akkor most már kimondom. Jó, van, hogy ez küzd, mint malac a jégen, de nem baj. Teljesen jó. Még őket is lecserélhetném, de ne térjünk el a kis projekttől. Mindig állandóan ez van. Most elméletileg növekednie kéne a bevételnek. Jó, még a 104-en majdnem, hogy küzd. Majdnem, hogy küzd. Ez 500, itt bőven tele van. Úgyhogy ti itt jók vagytok. Na, akkor... pici vonat? Vagy járművek? Mondjuk mire fordul egyet a hajó, és itt lesz elég a cél. Amúgy ide hogy nem raktam még semmi kargó épületet, tehát ez kicsit így. Hát egyszer te leszalad a céllal, akkor mi lesz? Álmoroszbú, pont nem fér oda.
Az mind a csatlakozás. Jó van az, amíg át tud menni a targonca, nagyon jó. Ó, mennyit ugrott a bevétel. Jó, hát küzd, küzd. Annyival nem viszek többet, igazából. Talán gyorsabban mennek visszafelé. 60-at el kéne, hogy érjék. Na akkor. Cargo connection-t tudok-e ide tenni? Anélkül, hogy nem akarom elzárni a végét, mert hogyha ezt a két bányát is, ezt itt, a szenet, meg ezt a vasat is használni akarom, akkor nem kéne ezt ugye egy vizére tenni. Akkor marad a B megoldás. Platform, cargo platform. Ilyen ez, mikor trükkös az ember fia. Szépen ide tesszük ezt a cargo platformot. Jó, arra furin néz ki, de hát nekünk jó van ez ide. Ó, miért léptem ki onnan? És akkor csak nagyon egyszerűen. Így jó nézzen ki. Kész is vagyunk. Ennyi. És van már másik fel az állomásunknak. És ezt erre viszem el az utat. Ide, ebbe egy kikötőbe. Tegyünk ide. Kargó. Nagy hak, nagy kargó. Hogy tudnám úgy tenni, hogy közel legyen? Ezt mégse kelljen sokat szúnyogolnom. Így. Mert ha. Én innen hozok egy utat, akkor ide már tudok tenni majd egy vizet. Olyan csúnyán csatlakoz be. Undorító, hogy snappelni tudné. Jó. Így már jó, 68 ér, simán. Minden meg csak nyíl egyenesen. Ne ugrálj már! Ugyan. Na most ez mi? Jó. Ja. Jaj, bocsánat. Ez most nagyon rosszul esett. Na szóval, jó öreg truck stationünk. Az kéne nekünk ide, nem? Azt mondja, hogy ott bejön, ott kimegy. És megvan a connection mindennel is. Szuper. Ide nekem igazából csak egy drop-off kell. És akkor szerintem ott a keresztüzésben meg is fordulnak. Na nézzük innen. Ide. Ja, ez így pont jó. Ez így nekem teljesen megfelel. Majd látjuk, hogy áldanám szerintem, de teljesen jók lesznek a... Ide csak egy átmenet itt teszek. Dux. Mi csinálsz? Dux. 442 Atlantik. 100-os. Na ott van a vonat, ami nekünk kell. Ott van a vonat, ami nekünk kell. Ő lesz az, csak szólok. És akkor... Hol van? 442-es.
Erős bika. Figyeljétek, ezzel már szaladni fog. Sőt, még akár gyorsabban is. Most ugye simán 60 fölött fog menni. Kezdem már megint a rossz gombok nyomkolásán. Úgy egy szépen kiválasztjuk a rostaszint. És akkor a 4-4-2-es. Csak még más csinálni. Nem ez ide érintett rész. Na, jó. Álljunk le. Álljunk le, mert fél órája beszélek a semmiről. Jó. Innen. Mondta, hogy innen elér. Mondta, hogy elér. Ne kelljen pluszt. Olyan jó sikerült eddig ki. Köszönöm. Királyság! Szóval. Jó. Te. Itt... acélt kell majd pakolnod. Itt még nem lódolsz semmit, csak lepakolsz. Nagyszerű. Na. Ide tegyünk már a harmadik félét. 5, 6. Itt legyetek ilyen acélos színűek. Ez pont nem, de jó van. Jó. Jó. Hol volt itt a kikötő? Te! És egy olyan kell nekem, aki... Jó, ti lesztek acélszállító hajók. Ti is kaptok akkor ilyen szint. Így, né. Akkor ide most már kéne, hogy érkezzen a... fogyasztás. Szuper! Na akkor itt elkezd nőni a production meg a shipment is. De aztán, ha mégse lesz elég. Te a szenes vagy. Vasas most ment el. Ez így eddig nagyon jó. Ez így eddig nagyon jó. De kevés lesz. Na szóval, akkor gyerünk ide, Temverse-be, Temverse, és ahogy nézem, szerintem fogaskerék pont ide fog kelleni. Szóval akkor, ha én fogom a kikötőt, ezt a kargó kikötőt is, ide teszem, amennyire csak engedi. Igazából lefedem vele az egész falut. Nem kell kiszállítás, hanem a hajó leteszi a fogaskereket. Nagyon jó. Csak azért innen indítom, mert hogy az a, onnan jön az áru. Ide. De még Teszvesz városban mindig nem jutott el a fogaskerék. Ja, viszket az oldalos. Meghalok, mire végzek ezzel a fővétele. Fődött rá! Na. Így, né? Fogaskerék. Milyen színű a fogaskerék? Ilyen színű a fogaskerék. Így.
Ám lassan itt is bevastagszunk. Hogy lett 3 millió? Lord Retekron-nak a helye az minuszos. Az is egy kicsit minuszos, de igazából ezt tettem sok pénzt. De mondjuk ezek még most indulnak el, ez pluszos lesz. Micsoda? Hát mennyi pénzt keresek? Itt van, a vasas vonat. A vas, mindig a vas. Na. Jó. Hát ebből az 5 millióból nem kell izét megváltani a világot. Ti pörgetitek a pénzt. Itt van elég, nagyon jó. Oh, what's that? Azt mondja. Oh, what's that? Érte, mész fel a izér. Te mész, nem tudom, hogy hova. Na, titeket kéne megpörgetni egy kicsit. Tudod mit? Az összeset. Á, 10 még jó. Oksa. Hol a következő fás vonat? Nem kéne, hogy ennyire egymáson legyenek. Te most érsz le. Szupi. Te jössz már fölfele. Jó, jó, jó. Oké. Okay. Majdnem azt mondom, hogy mehetne még egy. Ez nem. Te ott vagy a fás vonat. A fa az bírja. Jó. Na, nézzük csak itt a célgyártás az, hogy... Igen, kevés lesz. Még nem tudom, hogy ez az egy vasbánya. Transport 50%. Legegyszerűbb megoldás, 5 millióból. Nem hiszem, hogy izé... Le tudom másolni a vonatot. Tudom, megcsináltam volna egy sokkal kisebb darab izéből is. Jelző, egyirányú, itt jössz lefele. Egyenesen jöjjél lefele, üresen megmész majd kitérőbe. Kész, probléma megoldva. Te vagy a vasas, te vagy a vasas. 6 millió elég lesz-e? Ki gondolta volna? Hogy nem. Na mennyire, mennyire. Ez mennyit ér? 6,7 milliót ér most ez a vona. Na, ha fölkanyarodunk 7 millióra, akkor már el tudom kopizni. A szén az bírja. Szerintem még a dupla mennyiségű vas szállítmányt is. Hanem 7-re megyünk, aztán erre lemegy 5 millióra. Meg kell kicsit pörgetni. Tenvert örülni fog majd. Tenvertön csinálhatnánk 6,4 millió. Nagyon jó. Ez nagyon kielégíti a szükségleteket. Nem. 5,4 millió. Miért nem mész föl 7 millióra? Ugyan. Kérlek. Na itt mi a helyzet? Két, sok a villamos. Sajnálom. Csökkentenem kell itt a dolgokat. Túl jó dolguk van, úgy látom. Így, né? Szépen haladnak. De túl sok volt a személyszállító, le kell csökkenteni. Ez ilyen. Bexlibe durva az üzemanyag. Nagyon jó. Itt a raktár. Hogy ne bírná egy tarakodótér. Nagyon jó.
kicsi vonat. Szóval olyan hűségesen dolgozik. Sziton. 39 éves. Telik itt az idő. Na akkor... mindig 6 millió. Nem akar fölé menni. Jaj. Ugye itt is gyártódik már egy fogaskerék alap. Ugye ide kéne szállítanom cuccukat az acélgyártáshoz, akkor itt is be tudnám indítani. Sztojába mit szállítok be? Igazából csak egy téglát. Hát ja, más nagyon nem tudok. Na, de most következő részre körbenézek. Hogy állunk idővel? 40 perc. Na, szóval... Jó, álljunk meg. Te most... kapsz egy kopit. Jó, hát ez úgy néz ki, hogy egy részben nem tudtam belezsúfolni. Na persze el kellett mindenfele kalandozni a kis izének, a kis gondolatvilágomnak. Te azt hova? Ide? Ti hányan vagytok a vonalon? Ketten? Sok lesz. Még. Úgy szépen felveszed az acélt. Azt a sokat. Te nem tudom hova mész. Te vigyed a fát. Jó van, jó van. Itt az ér! Párhuzamos közlekedés. Na ebből mit hoztok ki? Na? Hogy keresztbe teszi? Hát, bore, elbasztod. Na mindegy. Jó. Ja, ide kéne tenni sok-sok kargót. Ó, de hülye vagyok. Amennyit csak lehet. Kicsi. Oda nem fog beférni. Oda se, ide. Jó. Ide jó. Most már van 350. Hát de ez mivel? Milyen közlekedést csináltam? Bár még te felhozod az acélt. Lehozod a fogaskereket. Vissza az acél. Tegyük egybe a két vonalat. Na mindegy, igazából azt majd még lehet, hogy majd megcsinálom itt két rész között. De szóval, ugye ide Tamworth-be most már érkezni fog. Még most nem érkezett, ez csak lejött ide. Még ugye nem érkezett meg. Jó van egyáltalán beállítva? Igen. Te itt nem unloadolsz semmit, de... Viszont a fogaskereket igen. Itt meg csak lepakol lesz. Nagyszerű. Szóval... Innen Tamworth-ből, ha már ide megérkezik majd ugye a fogaskerék. Nem hiszem, hogy mindet el fogják használni itt a városba. 22 kell. Emléltek, ami a fölött van, az már... raktározódik. Majd meglátjuk, mert akkor tennék ide egy vasútállomást. Összekapcsolva ezzel a Tamworth-i kikötővel. És akkor tudtu. Szuper gyorsan áthoznám ide Teszvesz városban. Ide, egész besülyeztenék ide egy vasútállomást. Akkor egyel kikanyarodnék ide. De felesleges. Nem mindegy. Úgy látom, hogy utazgatnak az emberek. Utazgatnak. Te vagy a izé? Helyi járat. Igen. Van valami jobb személyszállító?
Az első dízel járművek. Ez megtörtént. Akkor mi lenne, ha itt, ez még itt belefér pont. Te ezt viszitek. Egyből 8. Kezd itt most már izé belendülni. Most keresem a lovaskocsit. Ő lesz az. Tehát mi lenne, ha eladnám a lovaskocsit? És őt meg lecserélném. Itt van, a libafos sárga, ahogy kérted. Nem? Meg bugyi lila. Nem tudom, hogy van-e már komolyabb szárító. Nincs. Mi kell? Tékla? Tékla? Nem, ezek a legmenőbb járműveink jelenleg. Nagyon jó. Aztán majd most meglátjuk, hogy mire jutunk. Na hát... akkor ti itt most már duplán dúrogtatjátok. Azt a mindenit, majdnem 2 milliót hozott. Ez is már 1,5 millió kis híján. 84. Ezért elég hosszú utat teszel meg. 53. Van, lesz pénzem lecserélni? Kell nekem a 60-os. Most az éves fenntartást nézem, igazából az a 200 ezer már nem osz, nem szoroz. De legyen ez az orosz gép. És akkor ezt kell nekem, ezzel tudok acéltot szállítani. Így 80-as kapacitás. És akkor szép acélos leszel. Én. Na. Ide jobban érkezik majd az acél, de szerintem azzal pont nincs is baj. Egyszerű. Igen, ez a műanyag. Ez a műanyag szállítás, ezzel van a baj. Vajon a vonatot akartam. Azt te mire vársz? De most komolyan. Az volt, hogy ezt a két vonatot nem lesz pénzem lecserélni. Úgyhogy ha vennénk ezt a nagy bikát, igen, aztán kell majd nekünk olaj. Három, négy, öt. Már 5 millióra, ó, felejtsük el. Felejtsük el. Na, hát akkor még gyors tempőrtön csináljunk egy helyi közlekedést, és akkor mára ez a rész is megvúna. Csináljuk azt, hogy itt felveszed az embereket. Áthozod ide. Így. Itt lerakod őket. Onnan megint átjössz ide. Így. Aztán... ugye itt jössz így.
és itt meg lerakod őket. Na ez azt igen. És innen igazából kell, de pikpak bele tudnék fűzni még egy személyszállítást is. Jó. Egy road depó. Így. 3002, 3008. Ennyi. Ez olyan jó, hogy szó szerint, ha megnézitek, egy lovaskocsi, és csak beleraktuk egy motort. Mennyi eszük volt régen az embereknek? Na. Hát nem Teszvesz város sikerült fejleszteni. Úgy nézem, hogy innen azért menekülnének rendesen. Lord Lertekrandba mennének. Nem is tudom, rásegítsünk egy kicsit. Hogy ne segítenénk rá egy kicsit. Kéne ilyen, izé, mint ami a... Hogy hívják be van? Hogy mutatja, hogy hány szög, hány fokos a szög. Na, reméljük, hogy Teszvesz város úgy dönt, hogy megindul fölfelé. Hát ott volt egy kis izé, hopp, borulás, csuklás. De kúszunk vissza fölfele. Nagyon jó. Igen, jelenleg csak a személyszállítás az, ami úgymond mozgatja. De amint ide jut a fogaskerék, szerintem jók leszünk, meg fog indulni. Na, köszi, hogy velem tartottatok. Tetszett a rész, nyomjatok egy lájkot, egy kommentet, egy megosztást, egy csengőt, egy harangot. Na, hello, és sziasztok!